Kedves hallgatóink, nem véletlenül Polják Lillát hallgattuk az elmúlt percekben, ugyanis a Hungarofestnek ő lesz az egyik előadója. Most a vonalban van, telefonon kapcsoltuk, mert valahogy a Skype kapcsolat nem igazán működött, Balla Sándort, aki a Hungarofest, torontói Hungarofestnek a főszervezője. Szervusz Sándor, most hallasz minket? Igen, hallok. Üdvözöllek, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat, nagy szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, hogy volt türelmed, és vasárnap fejében szeretnél te is, hogy kicsit a hallgatóknak egy ízelítőt adjunk, hogy milyen nagy dolog fog történni most következő szombaton. Kérlek szépen, beszélj nekünk a Hungarofest a kialakulásáról. Miért találtad ezt ki, miért kellett ezt létrehozni Torontóba? Hát igazából ez már a negyedik alkalom lesz, amikor megszervezik a Hungarofestet. Ugye már 4 éve vagyok az ügyvezető igazgatója a HEPA Kanadának, ami a Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnek az ügyvezetőjeként dolgozom, és az egyik fő célunk az, hogy megismertetni a magyar termékeket a kanadai közönséggel. És ebből alakult az ki, hogy nem csak a magyar termékeket, hanem a magyar ízeket is, és a magyar kultúrát is összekötve megismertessük az itt élőkkel Torontó és környékén. És így alakult ki ugye a Hungarofest, ezelőtt ugye még a pandémia előtt volt az első, aztán most már a tavaly volt a harmadik, és most lesz a negyedik. De mostani egy nagyobb méretű lesz, a mostani ez most már több mint 25 szervezet lesz itt a részét ennek a szervezésében. Szinte Ontárióban minden magyar tánc egyesület részt fog venni, azon kívül kisebb és nagyobb szervezetek, civil és egyházi szervezetek ott lesznek, részt vesznek, és mindenki hozza a saját ízeit, saját kultúráját, és természetesen a magyar kormány támogatásával, a külügy támogatásával, így 4 nagy zenekar is meg fog jelenni majd a színpadon. Az embereknek, hogy nagyon elképzelésileg legyen erről a fesztiválról, hol lesz megtartva, és körülbelül hány ember szokott elmenni, az előbbi 3, vagy most említetted, hogy nagyobbra készültök, mert sokkal több szervezet segít a szervezésében. Milyen tömegre számítotok? Hát az elmúlt években korlátozva volt, ugye a hely is, ahol szerveztük, a tavaly a Magyar Házban volt, ugye ottan napközben megfordultak több ezren, de egy koncertre több mint 500-an nem fértek be, de viszont ezelőtt, ami volt a második, az pedig a Budapest Parkban volt, annak ellenére, hogy az idő nem szolgált, több ezren vettek részt, akkor a Republic volt itten, természetesen az is meghatározza, milyen zenekarokat hívunk meg, vagy jönnek ki. Hát ez most egészen átszervezve, ez egy nagy valami lesz, ahol meg tudjuk szólítani a kanadai közösséget is. Tehát ez a Torontónak a belvárosába lesz. Egy nagy teret véreltünk ki, ami a Young és a Dundas Square-nek mondják ezt, ahol naponta, ha a Google-on meg lehet nézni, több mint 100-150 ezer ember fordul meg. Tehát ez méretben hatalmas nagy lesz, szinte nem is tudunk eléggé felkészülni erre, az alkalomra, hogy a magyar ételeket és a magyar italokat tudjuk szolgálni folyamatosan, de hiszük azt, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Tehát jelen pillanatban 8 borászatnak, a boraifognak, a kedves nézőknek és a látogatóknak a polcára kell kerülni, poharába, és azon kívül pedig minden szervezet fogja majd a saját sajátosságát bemutatni ízekben. A gasztronómián kívül és ezeken a borokon kívül a kulturális események is lesznek. Említetted, hogy jönnek zenekarok. Légy szíves, ezek még egyszer menjék keresztül, amíg a technikai problémákat elhárítottuk. Polják Lillának a dalait játszottam, mert láttam, hogy ő is többek között fellépő lesz. Kérlek szépen, erről beszéljél. Igen, tehát a program szerintem már látható az interneten is. Ugye 11 órától és éjjel 12 óráig lesz program. Tehát egy egésznapos program, a többi pedig előkészület lesz. A hivatalos program az 1 órakor kezdődik. 1 órakor
a helyi miniszterelnök fogja megnyitni, fővédnökünk dr. Kövér László, nagykövet asszony lesz itt főkonzul úr, és a konzulátusnak teljes apparátusa részt fog venni, bemutatkoznak. Azt követőleg a helyi táncegyesületek lesznek itt, ahol egy külön program erre az alkalomra lett összeállítva. Nagy szerepük van itt a kácsépéseknek. Ugye nálunk Torontóban van 3 kácsépés, aki közel áll a zene hozzájuk, tehát egy nagyon nagy performance-et állítottak össze a 3 nagy táncegyesülettől, ami van a Cambridge-i, Hamiltoni és a Torontói. Együtt fognak ebben föllépni, ahol több mint 100 táncos lesz egyszer a színpadon. Tehát egyszerűen felemelő lesz látni a fiatalokat, sőt, nem csak fiatalokat, hanem már másokat is, akik a magyar tánc, a magyar kultúra bemutatását fogják adni a jelenlevőknek. Azt követően helyi zenekarok is lesznek, akik be fogják mutatni, tehát föl fognak lépni. Külön gyerekprogram lesz, a gyerekekkel fognak foglalkozni, és 4 órától fog kezdődni a meghívott vendégeknek a fellépése, tehát köztük, mint ahogy említetted, a Faják Lila lesz, aki föl fog lépni, aztán itt épp a kezembe került, láttam, hogy a táncház lesz a Kossuth tánc együttestől külön, aztán lesz a Jáger Gyula, akinek a 60-as, 70-es évek dalait fogja majd hozni. Lesz a 4th Street együttes, ami már másodjára fog megjelenni itt nálunk Torontóban, és a Don't Stop the Queen. Tehát ezek a zenekarok lesznek, és hát reméljük, hogy olyan alkalom lesz, ahol a nézőket, jelenlevőket nagyon fogja szórakoztatni. Hát ez nagyon ígéretesnek tűnik. A gasztronómia, a kulturális program, úgy érzem, hogy ez a színpadon mindig valami fog történni, szóval nem lesz soha olyan, hogy valaki unatkozik. Vagy ha mégis, akkor ott lesz egy csomó ember. Említetted, hogy 100 000 ember is meg szokott fordulni ezen a téren. Hát akkor ti biztosan fogjátok verni a New Brunswick-i Magyar Fesztivált, ahol 10 000-12 000 ember szokott megfordulni. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és bízom benne, hogy ilyen dolgokat is tudnak a magyarok megszervezni. Máskülönben mit is mondanánk arról, hogy ha jól tudom, a Torontóban él most a legtöbb magyar együtt, aki úgymond Magyarországon és az Kárpát-medencén kívül. Igaz-e ez, hogy körülbelül 25-30 000 magyar beszéli most a magyar nyelvet Torontóban, annyian vagytok? Hát megmondom őszintén, büszkék vagyunk rá most erre. Valamikor Cleveland volt az, ahol a legerősebb magyar közösség volt. És most hadd mondjam azt, hogy az elmúlt években a Torontó nagyon megerősödött ilyen szempontból, hisz a maga nemzetpolitika összefogta a magyarságot itt jobban, és mióta visszaállt, ugye van magyar házunk, aztán az elmúlt 4 évben, sőt 6 évben olyan magyar közösségi épületek épültek, mint például a Magyar Baptista templom, megújult a katolikus templom, a Magyar Ház megépült, és a Diaszpora Központ, és azt kell mondani, ezek az épületek nem csak megépültek, hanem tele is vannak hétről hétre, sőt a hétvégéig, és tele vannak, tehát Kodály programok vannak, zeneiskolák, a magyar iskolák vannak, több mint 200 gyerek van a Szent Erzsébetben, aztán a Heligon középiskola, és én nem beszélve a vasárnap iskolákról. Éppen most azzal is büszkélkedhetek, hogy most lett vége a Magyar Baptista Ifjúsági Találkozónak, ami itt volt Torontóban, ahol több mint 80 fiatal volt 15 és 25 év között. Tehát nagyon-nagyon felemelő érzés azt látni, hogy a mai gyerekek, vagyis az itt született gyerekek milyen szépen beszélnek magyarul, és ragaszkodnak ahhoz, hogy beszélnek magyarul, és a magyar hagyományokat, kultúrát, sőt az identitásokat erősítik. Tehát Torontóban és környékén, mostan Ontárióban 176 000 magyar él. Ebből valós az, hogy körülbelül 30 000 az, aki beszéli a nyelvet magyarul nagyon tisztán, szépen, hogy gyakorolja a magyarságát hétről hétre, és ezekből pedig közel egy olyan 5 000 embert meg is tudunk szólítani hétről hétre, akik részt vesznek, vagy templomba mennek,
vagy épp az este a Polyák Lilának volt egy koncert a Magyar Házban, vagy a, tehát minden hétvégén van valamilyen program, most már megkezdődtek a táborozások, az Orbán Balázs Társaságnak láttam éppen a telkére mentek ki, egy kis rendbe rakták a táborozást, hogy ugye a fiatalok, a gyerekek tudjanak a nyáron érezzék jól magukat, aztán a Baptista tábor, tehát igazából a magyarság Torontóban mostan úgy lehet mondani egy szóval virágzik. Hát Sándor, én csak gratulálni tudok neked, hogy nem egyedül vagy az úgymond a te embereiddel szervezed ezt a fesztivált meg, hanem sikerült mindenkit összevonni, és aki él és mozog és magyar szervezete van Torontóban, mind ott tudnak lenni és közösen, és ezért nagyon is gratulálni tudok. Az előbb említést tettél az ifjúsági találkozóról, így Dióhéjban összetudnád foglalni, hogy honnan érkeztek a fiatalok, milyen előadások voltak, és miről szólt ez az ifjúsági találkozó, ami most zajlott ezen a hétvégén? Tehát az ifjúsági találkozó péntek este kezdődött, ahol 50-60 gyerek volt vett részt, és hát a fiatalok több helyről, Amerikából érkeztek, ugye a Clevelandi lelkipásztortól kezdve a szaraszótai Kulcsár Attila itt volt, érkeztek fiatalok New Yorkból, Chicagóból, több felőről, és hát a fiataloknak, hogy több lehet, az volt a témakör, és volt az előadó volt Kulcsár Attila, és egy francia-magyar misszionárus volt, most hirtelen a nevét nem jegyeztem meg, de viszont nagyon élő volt, a fiatalok nagyon jól érezték magukat, és lehetett látni a tegnap esti programból is, ugye a fiatalok azért bírják nagyon az éjszakát, egészen egy-két óráig kön voltak, amikor beszélgettek és együtt játszottak, ma pedig délben lett vége, ahol aztán utaznak vissza a gyerekek, de nagyon-nagyon jól érezték magukat. A közösség építése volt az egyik legfontosabb, és hogy együtt legyenek. Tehát az észak-amerikai magyar baptista fiatalok vettek részt ezen, és több mint 80-an voltak itt, akik... Hát nagyon örülök, hogy ennyire sikerül összehozni az észak-amerikai magyar fiatalokat, hogy még Floridából is elmennek egészen Kanadáig, és ez nagyon jó, hogy ismerkednek egymással a fiatalok, és tartják a kapcsolatot úgymond egyházi keretek között is, ez nagyon méltatásra való. Visszatérek még egy másodpercre a fesztiválhoz. Hogy lehet eljutni azok, akik úgy döntenek ez az interjú után, vagy látják a social médiában nálatok az információkat, autóval, akik érkeznek, vagy ha érkeznek repülővel, nehéz eljutni, valamit mondjál arról, hogy az emberek mit kell tegyenek, ha elérnek Torontóba. Hát az elérhetőségünk megvan, több információ ki van téve a social platformokra, és tényleg várunk mindenkit nagy szeretettel. Az elérhetőség már maga reptéről el lehet jutni, hisz egy központban van, ahol a Dundas Square, az Eton központ, ez, ahol a Subway pont ott van alatta. Tehát a Subway a legegyszerűbb, ahol parkolót se kell fizetni, sőt, javaslom azt, hogy ha valaki kocsival szeretne, akkor hagyja egy kinti valahol parkolóba, mert bent a városban drágább is, és nehezebb is parkolót találni, de viszont metró állomás, az pedig ott van közvetlen a Yang és a Dundas sarkán, tehát az a legegyszerűbb elérni oda. Kocsival, tehát nem érdemes bejönni a városba, mert drága is a parkoló, és nehezen lehet találni. A repülőtérről van direkt vonat, be lehet jönni a városba, és onnan pedig metró, csak két metró állomás, és akkor be lehet jönni. Tehát az elérhetősége nagyon egyszerű, a Dundas Square-t mindenki ismeri Torontóban, tehát az egyik legforgalmasabb hely, és mondom, ha az időjárás is ezt fogja segíteni, akkor mindenképpen több tízezer ember biztos részt fog venni ezen az alkalmon. És megismerhetik azt, hogy a magyaroknak a magyar Taste of Hungary-ben milyen ételek lesznek, és mi a kultúránkat azt mindenképpen szeretnénk, hogy megismertetni. Hát Sándor, őszintén mondom, az én kíváncsiságomat is nagyon felcsigáztad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg hogy sikerül ez a nagy esemény.
Számítok elmenni, remélem, hogy össze is fog jönni ez a feladat, és az én szememmel fogunk tudni majd tanúságot tenni arról, hogy sikerült. Előre is kívánok nagyon sok energiát, szerencsét ahhoz, hogy így is legyen, az időjárás jó legyen. Azok, akiknek több információra van szükség, hol találnak infókat a fesztivállal kapcsolatosan? Tehát maga a Hungarofestnek megvan már a saját oldala, tehát úgy a Facebookon, vagy az Instagramon is lehet látni ezeket, és akkor azokat a számokat, amik ott megjelenek, azokat kell hívni, és akkor tudunk több információval szolgálni. Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne akkor, hogy találkozunk a hétvégén. További kellemes vasárnapot kívánom, üdvözlöm a fiatalokat, ha még találkozol velük, és minden jót kívánok a kanadai magyarságnak. Köszönjük szépen, és nektek is kívánok a legjobbakat, és a nézőknek is. Köszönjük szépen. Vasárnapot. Viszont.